A mostani videóban azt fogjuk megnézni, hogy miért fontos a bélbaktériumok sokszínűsége, és hogyan érhetjük ezt el. Szeretettel köszöntök mindenkit! A bélrendszerünk az erőközpontunk, a beleink a második idegrendszerünk, az immunrendszerünk 80%-a itt található, és végeredményben itt válik az, amit elfogyasztunk a saját testünk részévé. Ha jó állapotban vannak a bélbaktériumok, ha a mikrobiom sokszínű, rengeteg vitamint is elő tudnak állítani, főként B-vitaminokat és K-vitamint. A mikrobiomnak szerepe van a bélfal védelmében is, az áteresztő bélszindróma kialakulásában az egyik fő tényező a mikrobiom elvékonyodása, tehát a hasznos baktériumok számának a csökkenése és egyoldalúvá válásuk. Tehát kevés van és nincs belőlük sok különböző. Kevesen tudják, de a belegben nem csak baktériumok élnek, de vannak élesztőgombák, paraziták és vírusszerű részecskék is. 10-20-szor több inaktív vírus él velünk együtt a testünkben, mint amennyi baktérium. Ahhoz, hogy a testünkben jó irányba menjenek a dolgok, kulcsfontosságú, hogy a beleinkben velünk együtt élő baktériumok száma megfelelő legyen, és megfelelően diversifikáltak, azaz megfelelően sokszínűek legyenek. A bélbaktériumok rostokkal táplálkoznak, és a legjobb rostok számukra a zöldségekben és a gyümölcsökben lévő rostok, ezen belül is kiemelten a zöldszínű zöldségekben lévő rostok. Minél többféle zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk rendszeresen, a bélbaktériumok annál diversifikáltabbak lesznek, mert a különböző bélbaktérium törzsek különböző fajta növényi rostokkal tudnak szaporodni. Egyszerű ugye, ha sokfélét teszünk, sokféle bélbaktérium lesz. A zöldségeken belül az erjesztett zöldségek, mint a kovászos uborka vagy a savanyú káposzta, még hatékonyabbak a bélbaktériumok megerősítéséhez, feltáplálásához, mert az erjesztett ételek nem csak táplálékként szolgálnak, de egyben tartalmaznak is hasznos baktériumokat. Ha egyoldalúan táplálkozunk, azaz egy vagy két fajta zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, a bélbaktériumaink is egyoldalúak lesznek, ami a bélrendszerhez közvetve és közvetlenül kapcsolódó testi funkcióknak a gyengüléséhez vezet. A bélbaktériumok sokszínűsége az inzulinrezisztenciára, a zsírégetésre és a fogyásra, a gyulladásokra, az allergiákra, az immunerőnkre és a mikrotápanyagok biohasznosulására is komoly hatással van. Azaz minél sokszínűbbek a bélbaktériumok, annál jobban működik a szervezetünkben a cukoranyagcsere, annál hatékonyabb lesz a fogyás, jobban csökkennek a gyulladások, kevesebb lesz az allergia, erősebb lesz az immunrendszer, és az ételekből több mikrotápanyag vitamin tud hasznosulni. A bélbaktérium törzsek diversifikálódásához, tehát sokszínűvé válásához, és a szaporodásukhoz, tehát a baktériumok számának a növekedéséhez, az egyik leghatékonyabb eszköz a kezünkben a böjtölés. Az időszakos böjtölés, illetve a hosszabb 24 vagy 48 órás böjtök következménye, hogy a bélbaktériumaink hosszabb ideig maradnak életben, megerősödnek és szaporodni tudnak. A polifenol vegyületek szintén elősegítik a baktériumok szaporodását és diversifikálódását. A polifenol vegyületek prebiotikumoknak számítanak, és nagy arányban szintén a zöldségekben és gyümölcsökben találhatók meg. Kifejezetten a bogyós gyümölcsökben van sok belőlük, illetve pótolhatjuk őket koncentrált ételekkel, étrendkiegészítőkkel is. Komoly támogatást adhatunk a bélrendszernek és a belegben a baktériumoknak, ha segítünk nekik megszabadulni a méreganyagoktól, például a gyógyszermaradványoktól, nehézfémektől és az ételekkel elfogyasztott növényvédőszerektől. Ehhez nagyon hatékonyak a mikroalgák, például a klorella, de a többi alga is, és a huminsav, illetve a fulvosav. Ezek a vegyületek biztonságosan megkötik a káros méreganyagokat a belegben, így azok könnyen távozni tudnak a széklettel. És végül sokszínűvé tehetjük a bélbaktériumokat azzal is, ha fogyunk. Minél több valakin a túlsúly, annál egyoldalúbbak a bélbaktériumok is. Nézzük most meg, mitől károsodik a bélflóra, illetve mitől csökken a diverzifikáltsága, tehát mitől lesz egyoldalú. A gyakori étkezés, a cukor, az alkohol, az antibiotikumok, a GMO-s ételekkel a testünkben kerülő toxinok és a mesterséges édesítőszerek a legfőbb szájon át bevitt anyagok. Ezen kívül a hosszú távon fennálló folyamatos stressz és a gyulladások csökkentik a bélbaktérium fajták számát.
A GMO-s gyomirtószerek fő hatóanyaga a glifozát, gátolja a bélbaktériumokat abban, hogy aminosavakat, majd az ezekből létrejövő neurotranszmittereket előállítsák, mint amilyen például a szerotonin, ugye az a boldogsághormon, vagy a GABA, ami a stresszel és a szorongással kapcsolatos. Ha uralkodóvá válnak a Földön a GMO-s mezőgazdasággal érintett növények és húsok, annak egyenes következménye lesz több milliárd depressziós, szorongó, befordult, elbotult zombi ember. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban. Addig is az egészség legyen veled.